Köszöntöm kedves nézőinket! Január 21-e kedd van, itt a Bajai Televízióban kezdődik a híradó. Mozgalmas fél évet zártak. A 2019-ben elért sikerekről és nyertes pályázatokról számoltak be a Bajai Ifjúsági Fórum tagjai. Művészeti felelős. Januártól új pozícióban dolgozhat Ottmár Attila, a kulturális programokat tartja majd kézben. Szuper mini torna. Hazai pályán versenyeztek a Balú Esely Jégkorong Egyesületének legfiatalabb tagjai. Pontosan fél évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Bajai Ifjúsági Fórum. Azóta több száz fiatal és hozzátartozóik fordultak meg náluk. Hétfőn délután a partnereiket és a sajtóképviselőit várták az irodájukba, hogy beszámoljanak az elmúlt hónapok tapasztalatairól és eredményeiről. Szeptemberben nyitotta meg kapuit a Bartók Béla utcában, az országban elsőként a Bajai Ifjúsági Fórum, ahol modern számítástechnikai eszközök és virtuális játékok segítik a hozzájuk betérő fiatalok hasznos szabadidő eltöltését. Rendkívül eredményes és ingyenes a szolgáltatás, amit nyújtanak, összegezte köszöntőjében dr. Tóth Gábor, a Bajai Szent Rókus Kórház igazgatója. Amikor megkeresett bennünket a Melinda az ötlettel, tudtuk, hogy ez az, amit mindenképpen támogatni kell. A jövő nemzedékének az, hogy egészséges legyen, hogy ne legyenek problémái, az mindig egy olyan feladat az egészségügynek, amit meg kell oldani, és abban részt kell neki venni. Hall Melinda, a fórum vezetője elmondta, az elmúlt fél évben 10 olyan esetük volt már, ami iskolaváltásig jutott, ebben is tudtak segíteni a diákoknak. Kiemelte, fontos a folyamatos fejlődés, így a Bajai Kórházzal, annak egészségfejlesztési irodájával, illetve a Semmelweis Egyetemmel közösen egy új pszichológiai mérőmódszert fejlesztenek, a következő nagyobb előrelépés pedig egy új szoftver lehet. Ez a 6 hónap, ez a tapasztalásnak volt az időszaka. Egy olyan fórumot, egy olyan közösséget álmodtunk meg, ahol ténylegesen az iskolai és munkai zaklatás kerülhet a középpontba. Mivel elsők vagyunk az országban, ezért nem nagyon van mintaprojektünk, tehát mi egy picit ilyen kísérleti jelleggel is alakultunk az elmúlt 6 hónapban. A fejlődési jegyében fogjuk ezeket a tapasztalatokat felhasználni. Az iroda munkatársai is megerősítették. A digitális tér bevonza a fiatalokat, így később nagyobb bizalommal fordulnak hozzájuk problémáikkal, könnyebb őket más tevékenységekbe, például a sportolásba is bevonni. Közepesen volt egy motoros rendezvényünk, jogás és egy mentorképzésünk. Ezek hónapokig tartottak a mentorképzés, közben ugye voltak ilyen szabadidős tevékenységek is, és a jövőben még tervezünk ilyen dolgokat. Például szeretnénk a sárkányhajózást is bevezetni programszerűen, rendszeresen. Szerveztünk egyrészt a szülőknek egy beszélgetős délelőttöt, 2 hetenként szombaton jöttünk össze. Egyelőre kicsit döcögősen indulva, de majd reméljük, hogy egyre nagyobb közönségünk lesz, és szívesen eljönnek a szülők megbeszélni az adott gyerekneveléssel kapcsolatos problémákat, tapasztalatokat, jó élményeket is. A Bajai Városi Diák Önkormányzat október óta dolgozik együtt a fórummal. Pető Dorián, diák alpolgármester elmondta, régóta tervezték egy olyan körindítását, ahol a fiatalok megbeszélhetik a problémáikat, ehhez azonban hiányzott a megfelelő szakmai és anyagi háttér. A fórum mindezt biztosítja. Megkezdtünk egy közös együttműködést, ők is bevontak minket az ő programjainkba, és mi is tudtunk velük egyfajta együttműködést a második ifjúsági fórumunkon, ott, ahol 100-120 diák előtt ők is tudtak egy előadást tartani, illetve prevenciós jelleggel is megjelentek. A sajtótájékoztatón nem tudott részt venni, de támogatói levelet küldött dr. Nagy Zoltán Zsolt, a Semmelweis Egyetem dékánja, kiemelt projektként említve az iroda létrejöttét. A BIF eddig térítésmentesen használhatta a Bartók utcai helyiséget, bíznak benne, hogy működésük ilyen formában biztosítva lesz a jövőben is, hangzott el a sajtótájékoztatón.
Idén is segítséget kapnak a 20 év alatti fiatalok a jogosítványuk megszerzéséhez. Az állam minden 20 év alatti fiatalnak 25 000 forint értékben kifizeti a vezetői engedélyhez szükséges KRESZ vizsga és a hozzá kapcsolódó tanfolyamdíját. A kérelmet a Magyar Államkincstár nyugdíjfolyósító igazgatóságához kell beadni elektronikus úton vagy formanyomtatványon. A kedvezmény 2018. júliusi bevezetése óta már több mint 43 000 fiatalnak nyújtott segítséget az állam a jogosítvány megszerzéséhez több mint 1 milliárd forint értékben. Tavaly közel 34 ezeren kaptak támogatást. További részletek a támogatással kapcsolatban az Erzsébet ifjúsági alap weboldalán találhatóak. A jövőben új szerepben találkozhatnak a bajaiak Ottmár Attilával. A Bajai Fiatalok Színházának alapítója tavaly novemberben jelentette be, hogy a társulat befejezi működését. Ennek ellenére továbbra is aktív tagja marad a város kulturális életének, januártól ugyanis az önkormányzat művészeti vezetőjeként tevékenykedik. November 22-én jelentette be Ottmár Attila, hogy a Bajai Fiatalok Színháza jövőre már nem hirdet új évadot. A döntést a társulat vezetője hozta meg, a hír hallatán sokan megdöbbentek. Bár az elhatározás végleges, ezt az évadot a Színi Stúdió még végigviszi. A közeljövőben az önök kérték és a mintamókus előadások várnak rájuk, valamint április végén egy gála műsorral búcsúzik a társulat. A színházi szakember azonban a főváros helyett egyelőre Baján dolgozik tovább, mint művészeti vezető. Polgármester asszony arra kért föl engem, hogy művészeti vezetőként tevékenykedjek és segítsem a városi rendezvények megvalósulását, szervezését. Ide konkrétan most a Kultúrpalota, a Városi Színházterem rendezvényeit értjük, illetve majd a nyári szabadtéri előadást. És hát olyan terveink vannak, hogy vízi színpadot szeretnénk, hogyha tovább működne és jól működne, újraélesztenénk a Városházi Esték sorozatot, ami jó néhány évvel ezelőtt elég nagy sikerrel folyt itt a városban. Ezek mellett a művészeti vezető feladatai közé tartozik majd a Nemzetek Tánca rendezvény sorozat lebonyolítása is. Célja egy pezsgőhelyi kulturális élet kialakítása és színvonalas programok biztosítása a bajaiak és az ide látogatók számára. Ottmár Attila kiemelte, bár a társulat bezárja kapuit, de az alapítványuk tovább folytatja működését. Ebben is igyekszünk mindig rendet tenni a köztudatban, hogy mit is jelent. Ez ugye november 22-én bejelentettük, hogy ez az utolsó évad a színháznak. Ez továbbra is így van, tehát tényleg most meg fog szűnni a társulat. Ami megmarad, az a Színi Stúdió, meg az alapítványunk. Tehát azt szeretnénk tovább folytatni, hogy a Színi Stúdióban ott diákok oktatásával foglalkozunk, és hát ezt szeretnénk, hogyha továbbiakban is így tudna működni. A társulat vezetője tehát a jövőben is aktívan részt vesz Baja kulturális életében. Mint mondta, egyelőre nem tudja, mit tartogat számára a jövő, de keresi az új lehetőségeket is. A Bajai Színházért Alapítvány január 25-én tartja éves bálját, ahol egy nosztalgikus visszatekintésre várják a vendégeket a turisztikai központba. A művészeti vezetővel készült teljes beszélgetést a jövő heti Kultúra magazinunkban tekinthetik meg. Különleges hangszerek szólaltak meg kedden az Éziben. A Szent László AMK Lukin László Énekzenei Általános Iskolája egy nyertes pályázaton nem mindennapi hangszereket vásárolhatott. A diákok egy rendhagyó tanórán mutatták be az új eszközöket. Mintegy 1000 kötet összegyűjtésére vállalkozott az Ady Endre Városi Könyvtár. A Bajai Intézmény egy országos programhoz csatlakozva indított adománygyűjtő akciót azzal a céllal, hogy támogassák a Nagyváradi Országos Magyar Továbbképző Központ könyvtárának létrehozását. Az elmúlt napokban megfelelő mennyiségű adomány érkezett a könyvtárba, a munkatársaknak a következő hetekben azokat kell kiválogatniuk. Halmokban állnak a kötetek a Városi Könyvtárban. Az intézmény munkatársai néhány héttel ezelőtt indították el azt az adománygyűjtő akciót, amely során a Nagyváradi Könyvtár polcait tölthetik meg a bajaiak által felajánlott olvasmányokkal. Az első perctől kezdve sokan csatlakoztak a felhíváshoz, így néhány nap alatt megsokszorozódott a Bajai Könyvtár gyűjteménye. Van, aki egyből behozza, van, aki érdeklődik, hogy mit szeretnénk, milyen elmondja, leírja, milyen állományában. Van, aki külön listát küldött, felsorolva a könyveket, és abból szemezgetünk, mert azért nem mindent várunk. Szerencsére azért úgy
jól összejöttek, nagyobb számú gyermek ifjúsági irodalom van a egyebekből, szótár, lexikon, különböző régebbi, kicsit újabb tankönyvek. Az országos programhoz csatlakozva közel 1000 kötet begyűjtését célozta meg a Bajai Intézmény. A nagy érdeklődésnek köszönhetően rövid időn belül elérték a kívánt mennyiséget, a munka azonban nem ért véget a könyvek raktározásával, azokat ugyanis ki kell válogatniuk a könyvtár munkatársainak, tette hozzá az igazgató. Kicsit a minőségre is adunk, a munkatársaink kellően tapasztaltak ahhoz, hogy tudják, mi az, ami érdemes kiküldeni, nem mindenféle limlom. Ha a tankönyv is meg már nagyon elavultnak tűnik, akkor az se. Igyekszünk viszonylag frissebbeket mindenből, olyat, amire úgy gondoljuk, hogy tényleg igény lehet. A felhívás január 31-ig tart. A következő 2 hétben azonban már csak olyan köteteket várnak a könyvtár munkatársai, amelyek újabb kiadásúak és jó állapotban vannak. A könyveket, amelyeket nem juttatnak el a határon túlra, a Bajai Könyvtárban fogják árosítani kedvezményes áron. A biztonságos téli sportolásra hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. A szezonális sportágak közül a korcsolya az egyik legnépszerűbb szabadidős tevékenység, sokan azonban a jégpályákkal szemben a természetes vizeket választják, amely viszont baleset veszélyes lehet. Tavaly csaknem 50 esetben mentettek vízbe esett, jég alá szorult embereket és állatokat a tűzoltók, tájékoztatott a főigazgatóság helyettes szóvivője. Dóka Imre kiemelte, a megfelelő jégvastagsághoz több napon át tartó mínusz 10 fok körüli hőmérsékletre van szükség. A kijelölt zónát akkor nyilvánítják biztonságosnak, ha a tó üzemeltetője léket vág a jégen és megbizonyosodik a terület alkalmasságáról. A helyettes államtitkár hangsúlyozta, a jég alá esve bárki könnyen elveszítheti tájékozódási képességét, a baleset pedig akár fulladáshoz is vezethet. Ha valaki alatt beszakad a jég, akkor a szemtanúknak a 112-es segélyhívót kell tárcsázniuk, majd a kezelőnek elmondani, hogy hol és kik vannak veszélyben. A diszpécser az eset helyszínére tűzoltót és mentőt is küld. A tűzoltóknak speciális eszközeik vannak a mentésre, a mentők pedig olyan felszereléssel rendelkeznek, amellyel meg tudják előzni a gyors kihűlést. Új, különleges hangszerekkel bővült az Énekzenei Iskola eszköztára. Az intézmény egy pályázat keretében jutott hozzá az eszközökhöz. Az iskola legifjabb növendékei egy rendhagyó tanóra keretében ismerkedhettek meg az ütős és fúvós hangszerekkel. A kismadár jó barátom, én minden nap hallgatom a csodás hangját, mindjárt szólok is neki. Egy a pedagógusok által írt mese segítségével ismerkedhettek meg a legkisebbek az iskola új hangszereivel. A Szent László AMK, Lukin László, Ézi és Ami idén második alkalommal szerepelt sikeresen a Kodály program hangszercsere pályázatán, amely során mintegy 3,6 millió forint értékben bővült az intézmény zenei eszközparkja. Az első évben az alaphangszereket próbáltuk lecserélni, fuvola, klarinét, illetve megújítani, fuvola, klarinét, zongora, hegedű, brácsa. Második évben pedig, mivel már voltak hangszereink, ezért különleges hangszereket is sikerült vásárolnunk. A kalimba, a harangjáték, xilofon, mindenféle csörgő hangszert sikerült beszereznünk. A pikoló, az altfuvola, nagyon-nagyon örülünk ennek a sok hangszernek. A mese szereplőit és a cselekményben megjelenő érzelmeket, hangulatokat az egyes hangszerek személyesítették meg. Így az intézmény növendékei a gyakorlatban is megtudhatták, hogy az új eszközök mennyiben különböznek az általuk már ismertektől. A harangjátékon is én voltam a varázslata egész darabban. A hangszercserének köszönhetően olyan eszközök is bekerültek az iskolai gyűjteménybe, amelyeket még nem is láthattak a gyerekek. Az apró méretű sámán dob is egyike volt ezeknek. Szerintem nagyon jó, mert könnyű megszólaltatni és viszonylag hangos, úgyhogy nem kell ahhoz ilyen nagy dobokat bevinni mondjuk egy koncertre, hanem ha szeretnének dobolni, akkor itt van ez, és ez is hallatszódik szerintem. Azért praktikus ez a dob. A művészeti képzés minden évben népszerű a fiatalok körében. Az idei évben is csaknem 200 hangszeres növendéke van az általános iskolának. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra, az új hangszerek is ebben nyújtanak majd segítséget a fiatalok számára.
utánpótlás jégkorongtornát rendeztek Baján. Ezúttal a szuper mini korosztály, azaz a 8 évesek mutatkozhattak be vasárnap a bajai jégpályán. Az eseményre más városokból is érkeztek csapatok. Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, november végén tartották a gyerehokizni rócsót. A sportágat népszerűsítő programnak köszönhetően jelentős létszámnövekedésnek örvendhet a Bajai Baluese Jégkorong utánpótlás egyesülete. A népes gyereksereg ezúttal hazai pályán léphetett pályára. A fiatalok nagy elánnal vettek részt a tornán, amelyre az idén Szekszárdról és Pécsről is érkeztek csapatok. A bajai gárda összetétele nemi és tudás tekintetében is vegyes volt. Többnyire még kezdők, de hát ennek is megvan a maga varázsa, tehát sokan úgy vannak vele, hogy még csak most fognak először úgymond a nagy jégre lépni, amikor először meg tudják magukat mutatni a meccs körülmények között, úgyhogy mindenképpen itt az őszinte hajtás és az akarás igazából, ami dominál majd, valószínűleg a kevésbé látványos gólok lesznek, de azt gondolom, hogy a gyerekek öröme az mindenképp itt látható lesz. A Baluese az idei szezonban három utánpótlás csapatot tudott nevezni a bajnokságba, akik az ország több városában is szerepeltek már tornákon. A legfiatalabbak közül többen első mérkőzésüket játszották a bajai csapatban, így a versenynapot nagy izgalmak előzték meg. Nagyon kemények voltak a srácok meg a kislányaink is. Hát nagyon szépen, büszkén mondhatom azt, hogy végig részt vettek az edzéseken, és remélem, hogy ezt beváltják ezt az ígéretes kezdést, és egy remek tornát tudhatunk majd a mai nap után, magunk után. A torna során nem számolták az eredményeket, így a végén mindenki győztesen aranyéremmel a nyakában térhetett haza. Az egyesület hétfőn, szerdán és csütörtökönként 16 órától várja edzésre a fiatalokat. A bajai műjégpálya több mint 10 éves fennállása alatt évről évre többen ragadnak hokiütőt, ezért a Baluese edzői azt remélik, hogy hamarosan még több korosztályban képviselhetik városunkat az országos bajnokságokon. Most pedig egy rövid összefoglaló a fontosabb hírekből. Mozgalmas fél évet zártak. A 2019-ben elért sikerekről és nyertes pályázatokról számoltak be a Bajai Ifjúsági Fórum tagjai. Művészeti felelős. Januártól új pozícióban dolgozhat Otmár Attila, a kulturális programokat tartja majd kézben. Szuper mini torna. Hazai pályán versenyeztek a Baluese Jégkorong Egyesületének legfiatalabb tagjai. Kedves nézőink, keddesti híradónkat láthatták itt a Bajai Televízióban, friss összeállítással holnap este 6 órakor Füzesi Nóra várja majd Önöket. Most még elmondjuk az időjárás jelentést, és megtekinthetik a Duna vízállásának adatait is. A műsort készítő kollégák nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Holnap kezdetben folytatódik a borult párás, ködös idő, néhol ónos szitálással, hószállingózással, majd a délutáni óráktól észak felől felszakadozik, csökken a felhőzet. Északkeleten még helyenként hózápor kialakulhat. Reggelig többnyire mérsékelt marad a légmozgás, csak a Kisalföldön és északon élénkül meg a délnyugati szél. Holnap kezdetben keleten a délnyugati, majd délutántól a Dunántúlon és a középső országrészben az északnyugatira forduló szél megélénkül, néhol meg is erős. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és mínusz 6 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán mínusz 1 és plusz 6 fok között alakul.